napot nektek! Szombat van, este majdnem fél hét, 3-7, és 19 június. 4 éve élek itt Ausztriában most már, és ezen a helyen még nem volt, vagyis hát sokszor voltam, de úgyhogy videót nektek még nem forgattam. Aktuálisan Badenbe vagyok, a Casino Baden, illetve Kurpark Badenbe. Gyakorlatilag most, hogy nézem, szép a park, de elég kevesen vannak egyelőre. Amit én tudok, az az, hogy este nagyon szépen ki van világítva. Csinálok majd nektek rengeteg fotót, meg videót, sokat nem fogok dumálni, de olyan helyekre fogok elmenni, amit én még eddig nem jártam be, és pedig arra fel kell mennem. Nem tudom, hogy mennyi kiránduló helyiség van, vagy mennyi útvonal van, az majd most úgyis ki fog derülni. Nagyobbik megállóhoz, ez egy kápolna, és pedig, hogyha megnézitek, akkor nézzetek csak, milyen szép a kápolna teteje. Gyakorlatilag a Bibliából idéznek különböző jelenteket, és igen, nagyon szép. Hát, most ezt mindent elmagyarázni, az ott megvalva elég nehéz az interpretáció, mert hogy több jelenetből is összetevődik, rabszolgasoros angyalok, maga a kígyó, a sátán, az emberi problémák, Káin és Ábel szerintem. Ja, érdekes. Gyertek el, nézzétek meg. Ez a rövid változata. És azt figyelem meg, hogy gyakorlatilag olyan helyekre van kiránduló útvonalak, ahol én már rég voltam. Például olyan, hogy Gumpolszkirchen, Beethoven vég voltam már. Akkor voltam már Raunsteinnál. Igazából nem is tudtam, hogy innen központilag ennyire elvezet különböző helyekre ez a park. Hát igen, überraschung, meglepetés, ahogy szokták ezt így mondani. És tényleg meglepődtem, hogy ennyi útvonalat ad olyan helyekre, ahol én már voltam.
elég sok letérő mellett jöttem el, mint hogy látjátok, itt is van, hogyha megyek feljebb, ott is van egyik balra, másik jobbra. Igazából nagyon sok út van, amit lehet kirándulgatni. Szóval, ha valaki idejön, akkor gyakorlatilag, hogyha túrázni akar, nem nehezek az utak, ahogy eddig észrevettem, viszont hosszú. Tehát lehet menni, lehet túrázni, úgyhogy kedves túrázók, akik úgy gondolják, hogy kilométereket akarnak csinálni, az az érzésem, hogy itt lehet. Itt nagyon is lehet. Látjátok? Itt van egy, meg itt van egy, és még arra is lehet menni. Szóval eljöttem egy pár métert, és nézzétek csak. Itt egy út, és itt megint egy út, és én innen jöttem. Azt hiszem, én erre fogok menni, mert vissza akarok mindenképpen találni a Baden-Kurpáthoz. Mentem az utamon, és találtam egy kis elhagyatott kápolnát, majd mindjárt megnézem, mi van ott, de szerintem egy szép kilátás. Ami viszont megint durva az, hogy alig mentem egy pár lépést, és ha látjátok, itt van egy út, ugye, arra, arra, és arra. Esküszöm nektek, hogy nem tudom, merre menjek, nem tudom, mit nézzek meg. Megnéztem egy térképet elől, de hát annyira sok minden van, hogy gondoltam, hogy nem, tehát nem gondoltam, hogy ilyen nagy. Na mindegy. Szóval mindenképpen... Fú, hát meglepett ez a park engem, az igazat megvalva, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire sokoldalú. És most nézzétek meg, hogy mi van itt a kápolnából indulva. Ez a kilátás bocsátkozik elétek. Szóval, fú, lenyűgöző. Baden, illetve aztán még a Wiener Neustadt, meg a kis Bécs környéki hegyek, Niederösterreich. Szép. Nagyon szép, és nem bántam meg, hogy eljöttem. Most nem tudom, hogy merre fogok menni, az igazat megvalva. A lényeg az, hogy lekerüljek újból a kaszinóhoz. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Elérkeztem az utam végére, és mivel mindig Baden a kiinduló pontom gyakorlatilag az összes kirándulásomnál, hiszen azt adom meg nektek, be kell lássam, hogy kellemes csalódás volt ez a bádeni Casino Baden parkja, hiszen felfedeztem azt, hogy gyakorlatilag azok az útvonalak, amik eddig voltam, innen szinte mindenhova el tudok jutni, ami Baden és környékét illeti. Meglepődtem, és kellemes meglepetés volt, kellemes csalódás volt az egész így, ahogy találkoztam vele, és be kell lássam, hogy nagyon nem számítottam erre. Úgy gondoltam, hogy körülbelül egy jó órás út, és az órás útból nem sok mindent tudok nektek mutatni. Pedig de? És pedig, hogyha nagyon szeretnétek kirándulni, minden útvonalat meg lehet nézni olyan téren, hogy van a hosszú útvonal, van a nehéz útvonal, van a rövid, és csak itt a környéke megnézni, de gyakorlatilag el lehet jutni nagyon-nagyon sok helyre, amit én már
igazából 90%-ban be is jártam. Ami még van hátra, az mondjuk jóval messzebb van innen, és innentől kezdve úgy mondanám, hogy inkább Innenalstadtot céloznám meg, és környékét, mert ott vannak az igazi, hát kezdetleges hegyek, amik 1000 méter fölött vannak. Itt szinte 1000 méter alatt voltak, amiket én meglátogattam, kivel ilyen, hogy Pálystein meg ezek, de igen, az meg ugye már Innenalstadt környékén. Úgyhogy záróra fogva az egészet, az, hogy mindenkinek ajánlom, mindenki megtalálja a számításait, és utána pedig úgy lesz zárni az estet, hogy eljöztek ide, megiszok egy kávét, esztek egy fagyit, vagy éppen bocsoráztok, hogyha arról van szó, mert van vendéglátó, nyitva vannak. A Casino Baden vendéglátó helyiségre azért van némi úgynevezett protokoll, ami a ruházatot illeti, de nem annyira vészes. Én most így nem fogok bemenni, mert azért turázni jöttem. De igazából, hogyha lecsérem a felsőmet, mert van egy másik felső, amit hoztam magammal, bemehetnék, ha arról van szó. De most nem igazán akarok. Úgyhogy igazából röviden ennyi. Jó volt ez az útvonal. Le is izzadtam sajnos, pedig most már igazából lassan már 3:49. Tehát gyakorlatilag itt voltam olyan fél hét körül, és egy két órát, és nem mentem minden útvonalon, teszem hozzá. Tehát rengeteg útvonalat kihagytam, rengeteg leágazást kihagytam, mert hát annyira nincsen időm. Úgyhogy gyertek el, nézzetek meg, érezzetek jó magatokat. Családostól, romantikus pároknak, egyedül, hogyha jöttök igazából, teljes kikapcsolódás az egész. Most este már kezd perzsegni az élet, ahogy látjátok, úgyhogy én is lassan abba hagyom, és kívánok nektek kellemes szombat estét, illetve holnap a vasárnapi napot, pihenjetek jól a hétvégén, és menjetek még túrázni. Sziasztok!